Köszöntöm a kedves nézőket, az Eurosporton Lantos Andrást hallják. Következik VSR magazinunk, amelynek egyik főszereplője az orosz Danili Kvyat lesz, aki már a Forma 1-ben szerepel. Megismerkedünk Bruno Bonifációval, a két lideres Forma Renault kategória brazil tehetségével. Itt lesz természetesen még néhány sztár, többek között Norman Nato, aki a Forma 1-et tűzte ki célul, ez nem meglepetés, VSR pilóták között, és itt lesznek a futamok, a két formula kategória, tehát a VSR és a két lideres géposztály mindkét versenyét megmutatjuk. Mert hogy a helyszínünk Oroszország és a Moszkva Raceway, ezt hallhattuk, illetve láthattuk a mezőny orosz résztvevőinek előadásában, mármint a köszöntést. Néhány héttel azt követően, hogy a VTCC meglátogatta ezt a pályát, a VSR és tiszteletét tette a Moszkvától jó 100 kilométerre található Moszkva Raceway-en, amelyet nem is olyan régen építettek, két éve adták egyébként át ezt a kört, és éppen a VSR mutatkozott be itt először. 3931 méter hosszú, a pálya csúcsot Stoffel van Dorn tartja, 1.20.025-tel, ugye a VSR mezőnyre értendő. Itt láthatjuk magát a kört. Egy igen technikás első szakasz után egy viszonylag tempos középső rész, majd jön egy újabb technikás szakasz és egy nagyon hosszú egyenes, egy igencsak hosszú féktávval, tehát igencsak komoly féktávval, és érkezünk vissza a cél egyenesbe. Két jó előzési pont van ezen a pályán, de minden továbbit attól a versenyzőtől fogunk megtudni, aki a VSR-ben nem ment, a két lideres kategóriában viszont igen. Üdv mindenkinek, Danili Kvyat vagyok. Ezt a pályát 2012-ben építették, egy nagyon modern kör, ráadásul az óra járásával ellentétes irányban kell menni rajta. Nagyjából 100 kilométerre vagyunk Moszkvától, 10 kanyar található itt, a csúcssebesség pedig eléri a 300 km per órát. Két előzési pontot emelnék ki, az egyik a 9-es, a másik pedig a 15-ös kanyar, mind a kettőt egy hosszabb egyenes szakasz előzi meg. A csapatok szerintem egy olyan köztes beállítást keresnek majd az autóval, ugyanis elég hosszú egyenesek vannak, és kevés az igazán tempós kanyar. Vitali Petrov után Danili Kvyat lett a második orosz Forma 1-es pilóta, a Scuderia Toro Rosso-val versenyez, és egyébként rögtön az első futamán minden idők legfiatalabb Forma 1-es pontszerzőjévé is vált. Két évvel ezelőtt az Eurocup Formula Renault mezőnyben ment itt a Red Bull támogatásával. Természetesen emlékszem arra, amikor a két lideres kategóriában mentünk. Az volt az egyik legfontosabb sorozat számomra, egy nagy ugrás, hiszen ez az első igazán nagy autó, amivel egy versenyző mehet a gokart után. Persze a három és feles kategória az igazi csúcs, de azért ez is komoly volt. Nagyon fontos egy versenyzőnek, hogy minél hamarabb pályafutása során minél hamarabb találkozzon egy ilyen kihívással, egy ilyen autóval, és aztán mindenki szeretne feljutni a VSR-be, a három és feles kategóriába, ami már fizikálisan is nagy kihívást jelent, komolyabb leszorító erőre képes az autó, és nagyszerű felkészülési lehetőség a Forma 1-re. Kvyat azért jött Oroszországba, hogy a szokásos eseményt megtartsa a VSR hétvégén, egészen pontosan a Forma autós, a Forma 1-es autó bemutatót. Egy korábbi fejlesztésű Red Bull Racing F1-es autóval körözött a Moszkva Raceway-en. Szerintem jól alakult eddig az idei évem, mondja Kvyat. Több alkalommal is lehetőségem volt top 10-es helyezésekért harcolni, többször megpróbálhattam bekerülni a Q3-ba. És úgy érzem, hogy a legutóbbi ausztriai versenyen is sikerült előrelépnünk. Remélem, hogy tudok majd tovább fejlődni, és megpróbálok még gyorsabb lenni, és még közelebb kerülni az élen állókhoz. Hazájában nagyon komoly népszerűségnek örvend Kvyat, és természetesen leginkább az első oroszországi nagydíjat várja Szocsiban, amire októberben kerül sor. Nagyok lesznek az elvárások, de őt ez egyáltalán nem zavarja. Egyáltalán nem nevezném ezt negatív nyomásnak, sőt inkább pozitívnak. Emlékszem, amikor két évvel ezelőtt még az Eurocup Forma Renault-val mentünk itt Moszkvában, akkor is nagyon pozitívan hatott rám az elvárás, amit velem szemben támasztottak. Nagyon élveztem a hazai közönséget, fantasztikus érzés volt előttük versenyezni, úgyhogy ebből is majd megpróbálok inkább előnyt kovácsolni.
Bele is vágunk a közepébe. Jöjjön a 3,5-es kategória, azaz a VSR első futama Moszkvából. Szergej Szirotkin szerezte meg a pole pozíciót, de dráma rögtön a rajtnál. Az összetetben élenálló három pilóta ugyanis integet, egyikük sem tud elindulni. Pierre Gasly, Carlos Sainz és Olivier Rahlen is ott ragadt a rajtrácson, így aztán mind a hárman a box utcából voltak kénytelenek indulni. Pedig egyébként jó lehetőség volt Gasly előtt, hogy csökkentse a hátrányát Sainz-szal szemben, mert ő a második kockából, Sainz pedig a 16. helyről indult volna. Itt az új rajt, Szergej Szirotkin jól kapja el a startot, és megőrzi a vezetést. Mögötte Zoel Amberg a második, és a harmadik helyre pedig Pierre Fantin tud besorolni. Néhányan kiszélesítik a pályát az elején, de nagyobb probléma nincs szerencsére rövid célegyenes után az egyes kanyarban. Szépen rajtott Szirotkin, és megnyugtató előnnyel kezdhette a második-harmadik kanyart, közben pedig már Merhi csatázik Jasmine Jaffarral. Jaffar rendkívül erőszakos, de Fantin egy picit föltartotta, és így Merhi meg tudja tartani a helyét. A negyedik-ötödik helyért folyt egyébként a meccs. Közben a mezőny végén a box utcából induló Sainz, illetve mögötte Olivier Rahlen, és egymással meccselnek, ez lett a vége. Ennél többet sajnos nem láttunk a hétvége során sem az esetből, de később Carlos Sainzt megbüntették ezért a balesetért, úgyhogy ezek szerint ő volt a hibás. Rahlen versenye véget ért, Sainz viszont tovább tudott menni. Jaffar közben nem nyugszik, a célegyenesben próbál megint beszúrni Merhi mögé vagy mellé, nem jár sikerrel. Picit hátrébb egy hiba Giottótól, Sörensen megszerzi tőle a pozícióját. És Mavlanov is előrébb kerül, feljön a 12. helyre azzal, hogy megelőzi Vecke Vissert, aki aztán lecsúszik az ívről. Sörensen támadta őt keményen, és veszít is egy helyet. Sörensen is hibázott egyébként. Itt pedig láttuk Szirotkint, aki senkitől sem zavartat, ha vezet. Mögötte Amberg, aki hol közelebb került hozzá, hol egy picit leszakadt tőle, de igazán támadni nem tudta az oroszt. Itt a leintés pillanata, Szergej Szirotkin hazai pályán megszerzi élete első VSR futamgyőzelmét. Öröm és boldogság a csapatnál, ráadásul két újonc a dobogón, olyan értelemben, hogy sem Zoel Amberg, sem Pietro Fantin nem állt még a pódiumon. Ez a pálya nagyon kedvezett nekünk, mondja Szirotkin. Tudtam, hogy gyors leszek itt, korábban is bizonyítottam már. A hétvége is jól kezdődött, megnyertem a második szabad edzést, aztán megszereztem a pole pozíciót, és végül meg lett az első győzelem. Csodálatos dolog, és nagyon megérdemeltük már ezt a kicsit bal szerencsés szezon kezdet után. Szirotkin mellett, tehát Amberg és Fantin, mögöttük pedig Merhi, Jaffar, Stevens, Stöckinger és Line volt a sorrend, aztán Stenevé és Thunhó tette teljessé az első tizet. Jön az első szünet, aztán folytatjuk többek között Bruno Bonifációval. Egy ász Brazíliából. Bruno Bonifácio a következő vendégünk, aki 20 éves, a 20-as rajtszámot viseli az autóján, és a két literes Forma Renault kategóriában megy. Háromszor állt már a dobogón, egy alkalommal pedig győzött még hozzá Spa-Francorchamps-ban. Egy érzelmekkel teli pillanat volt, amikor sikerült nyernem. Minden pilóta végig gondolja, elképzeli, hogy milyen lesz az első győzelem. Én is, amikor aludni mentem esténként, néha gondolkoztam azon, hogy milyen lesz először futamot nyerni. Aztán eljön a pillanat, és szinte hihetetlen érzések szaladnak át az emberen. Különösen itt az Eurocupban, hiszen ez az a bajnokság, amire mindenki figyel, aki go-kartból érkezik. Ez az igazi viszonyítási pont a junior formulások számára, akik a kisebb formautós sorozatokból érkeznek. 70 ponttal áll, pontosabban állt a moszkvai hétvége előtt, pont ugyanannyival, mint Nyck de Vries, úgyhogy versenyben van a bajnoki címért. A cél számomra csak az, hogy a legtöbbet hozzam ki a futamokból, és a lehető legtöbb pontot gyűjtsek, hiszen a kiegyensúlyozottság ebben a bajnokságban rendkívül fontos. Persze figyelünk a bajnokságra is, persze nézem azt, hogy hogyan állnak a körülöttem lévő emberek, de leginkább azt szeretném, hogyha az adott hétvégék lehetőségeiből a legtöbbet tudnám kihozni, és a lehető legtöbb pontot tudnám gyűjteni az adott hétvégéken.
2011-ben a dél-amerikai Forma 3-as bajnokságban győzött, rangos sorozat, és ezt követően jött át Európába, ahol egy olasz csapathoz került. Nagyon hasonló a mentalitása az olaszoknak és a braziloknak, picit forróvérűek vagyunk mind a ketten, már mind a két nemzet, és az atmoszféra, a hangulat éppen ezért nagyon tetszik nekem itt az olasz csapatnál. Ettől függetlenül egyébként elég precíz módon dolgozik mindenki, és akár csak én, ők is a győzelemért, a legjobb teljesítményért küzdenek. Sőt, hogyha mi vagyunk a leggyorsabbak, akkor is tovább harcolnak azért, hogy még jobbak legyünk. És ezt nagyon szeretem a csapatomban. A világbajnokságot természetesen követi, és mivel Olaszországban él, de két csapatnak szurkolt egy picit. Az egyik nagy álmom volt, hogy Európában versenyezhessek, és jó érzés, hogy Olaszországban lakhatok. Persze egy picit rossz is, hiszen hiányzik az otthonom, hiányoznak a barátaim, hiányzik Brazília, de mivel itt lakom, ezért nyilván egy picit az olaszoknak is szurkoltam, na meg a braziloknak. Most már, hogy az olaszok nincsenek versenyben, csak a brazilok maradtak számomra. Viszont az időmérő edzésen csak a 19. helyet szerezte meg Moszkvában. Nem indult jól tehát számára az oroszországi hétvége. Jól indult viszont a 2 literes kategória legnagyobb sztárjának, vagy legismertebb versenyzőjének, Aurélien Panisnak. Olivier Panis fia megszerezte a pole pozíciót az ART Junior Team autójával, és meg is őrizte a vezetést a rajtot követően. Jó kezdés, miközben hátul megy a lögdösődés. Mögötte Antoine Hubert, Andrea Pizzitola, közben pedig már kinn a boxban Nyck de Vries, a lista vezető, a Koiranen pilótája. Kisebb dráma a kezdésnél. Kevin Jörg és Kenan O'Keefe nagy meccsben, miközben itt már Jack Aitken autóját látjuk. A Fortec gép is megadta magát. Dennis Olsen szélárnyékot fog Ryan Tvetter mögött, és nagyon szépen körbeautózza. Szinte nem is kell a kifékezés, annyira jól használta ki a szélárnyékot a norvég. Utána pedig túl rövid a célegyenes, hogy Tvetter vissza tudjon támadni. Martin Ramp, ő hagyja el a pályát önszántából, vagy inkább önhibájából, de folytatni tudta. Itt pedig Aurélien Panis, aki ekkora már 2 másodperces előnyt szedett össze. Édesapja izgul a box utcában. Pizzitola mögötte a második, és Anton Huber a harmadik. Aztán jön Hans Willemi, illetve itt látjuk Bonifációt is. A 15. helyen meccsel Bonifácio, és el is fékezi magát. A csapattárs viszont nagyon előzékeny vele. Hans Willemi, a másik premás, nem előzte meg Bonifációt. Meg tudta őrizni a 16. helyet. Ez pedig már a befutó, Aurélien Panis megnyerte az első moszkvai futamot. Élete első Forma Renault Eurocup-os futamgyőzelmét szerzi ezzel. Olivier nem véletlenül örült ennyire. Nagyon vártam már erre a győzelemre, de ez egy új korszak kezdete csak számomra. Versenyről versenyre küzdöttem azért, hogy egyre jobb legyek, és ez egy nagyon jól sikerült futam volt. Jó volt a rajtom, és sikerült is az első helyen befejeznem a versenyt. Nem volt könnyű egyébként, de picit olyan volt ez a futam, mint az egész szezon. Előfordult, hogy jól teljesítettem már, és voltak nehezebb szakaszok is. Az időmérők általában jobban mentek eddig, a futamok nem, de nagyon örülök ennek a győzelemnek. Andrea Pizzitola lett a második, és Matt Perry végzett végül a 3. helyen, ugyanis Antoine Hubert kapott egy 10 másodperces büntetést, ugyanis kiugrott a rajtnál. Olivier nem izgulta túl ilyen első győzelmét, de nyilván láthatóan nagyon boldog volt. Mi pedig megyünk tovább, méghozzá jön egyből a kategória második futama.
Az első futamon kieső Nyck de Vries szerezte meg a pole pozíciót a második versenyre. Kevin Jörg, Alexander Albon és Matt Perry volt mögötte a sorrend. Kevin Jörg viszont jobban rajtol, mint Nyck de Vries, és megszerzi a vezetést. Nyck de Vries ráadásul elég szélesen fordult az egyes kanyarban, akár csak Albon, Kevin Jörg tehát az élen. Közben egy első légterelő csere, Simon Gachet. Kevin Jörg növeli az előnyét, lassan egy másodperccel vezet már de Vries előtt, miközben egy pörgés-forgás mögöttük, George Russell, illetve Jack Aitken. Az utolsó kanyart vétette el mind a két pilóta, mind a két brit. Levi nem véget láttuk közben, és George Russell próbált fölzárkózni ehhez a sorhoz. Aurelien Panis pedig a 8. helyen halad és próbálja megtartani ezt a helyezést. Amvég, Russell és Cassidy óriási meccsben egymással. És végül Amvég előrébb kerül. Denis Kornyejev, a képen is Hans Villemi. Egy pillanatra a 15. helyért harcolnak. És aztán jönnek majd Cassidyék. Az élen pedig közben továbbra is Kevin Jörg, olyannyira, hogy megnyeri a futamot. De Vries a második, és ezzel megerősíti vezető helyét az összetetben. Alexander Albon lett a harmadik, aztán jött Matt Perry, és Dennis Olsen a norvég. Itt látjuk az összetettet, tehát a Josef Kaufmann Racinggel Kevin Jörg a futam győztes. Aurelien Panis az első verseny megnyerése után most 8. lett. De rossz ütemben lépett le a kislány. Öreg hiba. A start volt a legfontosabb pillanat a versenyen. Jobban indultam, mint Nyck de Vries. Ő egy picit ki is szélesítette a pályát a végén, utána ki tudtam alakítani egy kicsi előnyt, és ez nagyon fontos volt. Ha nem szedek össze ekkora fort, akkor a végén nehéz lett volna tartani a többieket, és valószínűleg nagyobb lett volna rajtam a nyomás. Íme az összetett állás, a 18 ponttal vezet Nyck de Vries Bruno Bonifácio előtt, Olsen a harmadik, Jörg a negyedik az összetetben, Panis a 6. helyen áll. Norman NATO nyomás alatt, ez volt a cím. A Dams pilótája tavaly Kevin Magnussennel szemben maradt alul, most pedig egy újabb komoly ellenfelet kapott. Ifjabb Carlos Sainzt vele beszélgettünk. A második hétvégén nem alakult túlságosan jól, még tavaly spanyolországi versenyen megszereztem a pole pozíciót, de igazi újonc hibát követtem el, nem sikerült kihasználnom ezt a helyzetet, de megpróbáltam utána egyből extra motivációt szerezni. Nehéz volt elfogadni és szembesülni azzal, hogy a csapattársam jobb volt nálam tavaly, de ezt is megpróbáltam a javamra fordítani és tapasztalatot szerezni, tanulni tőle. Pontosabban tanulni ebből a helyzetből. És meg is lett az eredménye, idén megnyerte a monakói futamot Norman NATO. Monakóban nyerni egy álom, ez a pálya egy mítosz, egy fantasztikus kör. Még most sem fogtam föl igazából, hogy összejött, hiszen közvetlenül utána Spa-ba mentünk, és próbáltam inkább arra koncentrálni, hogy Spa-Francorchamps-ban jó legyek. De azt már átgondoltam magamban, hogy bármi is történik ezután a pályafutásom során, azt sohasem ki nem veszi el tőlem, hogy Monte Carlo-ban nyertem. Monte Carlo picit a tavalyi évem második, illetve első felét, illetve az idei évem kezdetét mutatja. Voltak nehézségek mind a két időszakban, de a hercegségi versenyre nagyon össze tudtam szedni magam. Spa egy vegyes érzésekkel telt hétvége volt, hiszen az időmérőedzésem nem alakult valami jól, 12. lettem, de aztán 2. helyet szereztem, ami viszont nem rossz eredmény. A fejemben minden tiszta, pontosan megvan a cél, a legfontosabb dolog a kiegyensúlyozottság. Ha egyben van az autó és minden rendben van, akkor nyerni kell, de ha nem, akkor is ki kell hozni magadból a legtöbbet. Megint komoly ellenfelet kapott, ahogy említettem.
kétszeres rally világbajnok és Dakar győztes Carlos Sainz fiát. Ha a csapattársam gyengébb lenne nálam, nem lennék annyira motivált, mint most. Így viszont mindig óriási kihívás, hogy Carlos legyőzzem, és hogyha gyorsabb vagyok nála, az azt jelenti, hogy én is készen állok, mert hogy eljussak a Forma 1-ben. Ez a helyzet számomra tökéletes. Egyébként azért hozzá kellett szokni a dologhoz, mert általában eddig én voltam az első számú ember a csapataimban. Picit a gyengeségeiről is beszél Norman Nato. Meg kell vallanom, hogy akkor érzem csak igazán jól magam az autóban, hogyha 100%-ig stimmel minden. Ez egy gyengeség, ezen még dolgoznom kell. Monte Carlóban sikerült megtalálni a tökéletes egyensúlyt. Ez időt vesz igénybe, de jó úton haladunk. A VSR magazinból pedig nem maradt más hátra, mint a második három és feles futam, aminek most végre láthatjuk rendesen a rajtját. Roberto Merhi indult a pole pozícióból, és nagyon szépen startolt, meg is őrizte a vezetést. Szépen följött a második helyre Pierre Gasly, ki lerajtolta Richie Stenawayt. Carlos Sainz a 11. helyről indult, és gyorsan megkezdte a felzárkózást, a rajt után már 9. volt. Richie Stenawayt megpróbált közben visszatámadni Pierre Gaslynak, de nem járt sikerrel. Francia szépen védekezett. Közben Sergei Sirotkin is érkezett, és megpróbálta kihasználni ezt a helyzetet. Stenawayt figyelt hátra is. Merhi egy egész tisztességes előnyt autózott ki már a kiállások előtt is. Úgyhogy egy nyugodt stratégiával vághatott neki a box kiállásnak. Miközben az élen álló csapattársa Roman Mavlanov pici gondba került. Itt van a kiállás. Merhiék megoldották, és Gasly elé érkezik vissza. Nagyon jól taktikázott Carlos Sainz, aki a 9-ről a 6. helyre jött fel azzal, hogy rögtön az elején az 5. körben kiállt. Íme Mavlanov, akinek, mint említettem, gondjai voltak, a sóderágyba került, és ott is maradt. Sainz közben Matthias Lainz próbálta maga mögött tartani, sikerrel. Itt pedig Roberto Merhi befutóját látjuk. Élete első VSR futam győzelmét aratja azután, hogy nyert már versenyt a Forma 3-ban, és volt második a DTM-ben a spanyol, a VSR-ben viszont még nem nyert eddig a napig. A tegnapi nap is jó volt, a mai viszont egyenesen csodálatos. Megszereztem a polt és megnyertem a futamot. Az autó fantasztikusan gyorsan ment, úgyhogy jó érzés volt benne ülni és körbe menni a pályán. A csapat egy nagyszerű kocsit tett alám, élveztem minden percét a versenynek, és nagyon örülök ennek az eredménynek. Nagyon fontos volt számomra, hogy nyerjünk, hiszen ez a pálya hazai verseny a csapat számára. Ez a Korza egy orosz csapat. Pierre Gasly lett a második, Richie Stenawayt a harmadik, Sirotkin a negyedik, Ráland az 5., Carlos Sainz pedig a 6., picit szorosabbá vált tehát az összetett. Mindjárt látjuk majd, hogy pontosan hogy áll a bajnokság a moszkvai hétvégét követően. Mögöttük egyébként a dobogósok mögött, akiket most látok, hogy a Sirotkin, Ráland, Sainz volt a sorrend. És innen az összetett 33 pont. Már csak Carlos Sainz előnye, de fél távnál így is ő vezet, azaz ő kapja meg a lehetőséget, hogy a következő versenyen, a Nürburgringen vezethesse a 2 évvel ezelőtti Red Bull Forma 1-es autót. Óriási lehetőség, és ezzel próbálják évről évre izgalmassá tenni a VSR-t, mármint hogy van egy ilyen fél távnál kiosztott díj. El is mondja mindjárt Sainz, hogy mi a vélemény erről a lehetőségről. Bármi, ami a Forma 1-hez köthető, az számomra ajándék. Egy álom, hogy újra Forma 1-es autóba ülhetek, és az az álmom, hogy egyszer Forma 1-es pilóta legyek. 2 évvel ezelőtt már kipróbálhattam a Red Bull egyik autóját, és illetve hogy a 2 évvel ezelőtti autót próbálhatok majd ki, ami egy csodálatos érzés, még akkor is, hogyha ez csak 10-15 percet jelent. Egyébként a legnagyobb különbség a motorerőben van.
Forma 1-es autó és a VSR kocsi között, mert ami a leszorító erőt illeti, az nagyjából hasonló, különösen nagy tempójú kanyarokban szinte ugyanott tart leszorító erőben a VSR technika, mint az F1-es, viszont ha rálépsz a gázpedálra egy Forma 1-es autóban, azonnal érzed a különbséget, sokkal erősebb a motor. És az F1-es autó egy picit talán könnyebb, és ez érezhető a kanyarváltásoknál, az irányváltásoknál, de viszonylag hamar hozzászokik az ember, és abszolút kontroll alatt tudja tartani. Ezzel búcsúzunk is az oroszországi hétvégétől. 78 ezer néző volt kíváncsi Oroszországban az eseményekre. Legközelebb július 12-én és 13-án lesz VSR hétvége a Nürburgringen, ahol Carlos Sainz Forma 1-es autót vezethet, és ne feledjék, szeptember közepén ismét jön Magyarországra az ingyenes családi rendezvény a VSR autóversenyekkel és sok minden más érdekességgel, úgyhogy akkor is legyenek majd a helyszínen, akár csak az elmúlt években, addig pedig tartsanak velünk itt az Eurosporton. Most arra köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!